Hetedik fejezet Letta a könnyedén letette a gépet. A repülő most a flexiamező mező közepén állt. Ameddig a szem ellátott, világos zöld kis cserjék kapaszkodtak a talajba. Az asszony tett pár lépést, nadrág szárán érezte a levelet és kicsiny ágacskák csapásait. Meghonosodott, most már nagyon is itthon érzi magát, gondolta, és persze, ahányszor a flexia jutott eszébe, vagy került a szem elé, mindig Obándorgra gondolt, még most is. Ez már nem múló emlékélet. Lassan egy éve vagyunk itt, jegyezte meg hangosan. Hiszen nem volt egyedül. Inner balesete óta senki sem hagyhatta el egyedül a várost. Legalább ketten álltak össze egy-egy útra. Mióta megjavították a másik repülőt, gyakran száll el legalább a kettes kontinens Obánia tájaira. Most Luert, a fiatal fekete bőrű elektronikus volt a társa, a férfi lustán lassan mozdult. Egyelőre csak a lábait lógatta a gépből, hunyorgott az éles napfényben. Aztán kiadta lettának a műszereket. Az asszony legugolt, mintákat vett a talajból, és néhány flexia növény leveléből is. Bakra asszony kérte erre, aki folyamatosan figyelemmel kísérte a bolygó növényvilágának helyzetét, különös tekintettel az ember által ide telepített és tenyésztett növényekre. De Letta nem csak ezért vállalta ezt az utat. Mehetünk tovább, mondta. Luert rámosolygott. Haza? Nem. Irány délkelet, mondta az egykori navigátor, és Luert, bár csodálkozott, szó nélkül engedelmeskedett. Hiszen az asszonynak nagy tekintéje volt a telepesek körében, egyesek a háta mögött nagyasszonynak nevezték, de ebben sem gúny, inkább tisztelet. Luert aztán hamarosan megértette, mi a célpont. Vagy 15 kilométerrel távolabb nagy kő állt ki a mezőből. Obandork sírja. Luet ajkába harapott, úgy döntött, nem szól egy szót sem. Ha az asszony még mindig gyászolja első férjét, természetesen az ő dolga tegye csak. A lelke mélyén tetszett is neki ez a kitartás. Ilyen leszek én is valaha? Gondolta kíváncsian vágyjal. Ha itt marad a trendálon, ami még kérdés. A telepesek között ritkán szózták szóba a dolgot, de minnyájukban benne lüktetett a bizonytalanság. Egyikük sem lehetett biztos benne, Vajon valóban itt maradnak-e, most már életük végéig, vagy egy napon rájuk tör a kibírhatatlan, ellenállhatatlan elvágyódás? Luet elhessegette a gondolatot, aztán valamit megpillantott, és már is elfelejtkezett fogalalmáról. Nézd csak, Letta! Mi az ott? Az asszony az ablakhoz tapadt. Először nem akart hinni a szemének. Nem messze a sírt jelzőkőtől egy ásogép haladt fejrésze, mint egy bólogatott, ahogy a mohón bele, -bele markolt a földbe. – Még mindig itt vannak! – döbbent meg Luert. – Hiszen több mint fél éve ígérték, hogy nem bántják a flexiát. Letta nem szólt. Talán azért, mert a keserűség mély hullámokat vett a lelkében, nagyon elromlott a kedve. Ráadásul mindez Oban sírja közelében történt, a gyász érzése megint rátört. Ma volt Oban halálának feltételezett évfordulója mert annak idején az űrállomáson úgy körülbelül meghatároztak egy dátumot, amikor bekövetkezhetett a szerencsétlen baleset, és a trendel állatai végeztek a férjével. Helyi időszámítás szerint ma volt hát az évforduló, és valamikor úgy döntött, legalábbis évente egyszer el fog jönni a sírhoz. Ma volt a napja, és mit kell látnia? Próbált uralkodni magán. Végtére is a sír és az emlékezés fontosabb, mint egy élettelen gép, még akkor is, ha a mögött is emberi szándékok állnak. Azért jött ide, hogy a halott előtt tisztelegjem. Luert leszállt a sír mellett, az asszony ismét kilépett. Ezúttal az elektronikus is követte. Mintha érezné, hogy talán segítségre szorul. Lett, kihúzta magát, egyenesen lépkedett, nem. Nem adja meg magát. Soha semmiben nem nyugodott bele, oban halálában sem annak idején. Talán most sem. A sors elvette tőle azt a férfit, a fiai apját, de valahogy. Obán, mintha most is itt lenne, hisz a trendel valaha az övé volt. Mondta is, uralkodik egy bolygón, uralkodott két évig teljesen egyedül, aztán vele lettával. Obán biztosan nem haragudott volna azért sem, hogy most ennyi embert hozott a bolygóra, hiszen ő is szerette volna, ha az benépesül. Letta mélyet lélegzett, nézte a sírkövet, rajta a feliratot, amit egy remegő kézben tartott lézerpisztolyjal ő maga vésett bele. Mikor is? 2444-ben. 23 évvel ezelőtt. Mekkora idő? Nem tudta, mennyi ideig állt lehajtott fejjel, összekulcsolt kezekkel. E tartás őszű volt, és bár Letta nem volt vallásos, nagyon kevesen voltak már csak ilyenek. Úgy érezte, így kell tartani a kezét, ez illet a helyzethez. Nem jöttek könnyek a szemébe. Csak az a zúgás idegesítette a fém és föld találkozásának csikorgózaja. Olyannyira nem illett ide. Luert legyőzte tartózkodását, odajött mellé. Letta, az a gép erre jön. Tessék, riadt fel gondolataiból. Mintha szándékosan ide irányították volna. Nincs vezetője, látom. De az automata. Luert elharapta a szót, felesleges lett már a beszéd. Az asszony megfordult. Összehúzott szemmel figyelte a gépet. Az ásógép volt vagy ötven méter hosszú, és egy végtelen, kemény műanyag szalag vitte a kiásott földet a távolabb magasodó feldolgozóba. A szintén kerekeken gördült, vezérlése naponta egyszer beindította a hajtóművet, és az ásógép után ment pár száz métert. Ilyenkor az önmagába csúsztatható szállító szalaghosszát is csökkentették az okos gépek. Letta ismerte annyira a gépeket, hogy tudja, hol a vezérlésük. Azzal is tisztában volt, hogy az automata vezérlés állandó rádiókapcsolatban áll a bányászok központjával, és minden fontosabb meghibásodást, amit maga nem tudott elhárítani, azonnal jelent a központnak. Látod, mutatta a fiatalember. Körkörös haladás helyett egyenes vonalúra állították az irányzékát. Hosszú árkotásot. Erre felé jön, nem más körbe. Ez is a bosztolyukhoz tartozik. Mondta Letta. Szálfa egyenesen álltott. Tudta, ha oda menne az ásógéphez, és belekerülne a bioérzékelők sugárvonalaiba, a vezérlés azonnal leállítaná a gépezetet, és amíg ott maradna, nem is indítaná el, hiszen az automaták nem tehetnek kárt az emberben. De jelenteni a dolgot a bányászoknak. És különben is. Meddig állhat itt? Saját testével őrizze Obán sírját? Neki az a kő csak egy kő, mondta Luet, és kiszáradt a szája, elhallgatott. Lett a képzeletében, a markoló beleharap a földbe, és kifordulnak oban csontjai. Nem. Ezt már nem bírna elviselni. Elébe ment a gépnek, megállt tőle kisé oldalt, nem zavarta az érzékelőket. Várt, figyelt, közben szívében gyűlt a harag. Ha ilyenek az ellenfelek, ő sem maradhat tétlen. És nem is lesz az. Az ásógép hatalmas markolásokkal közeledett, háznyi földet emelt ki egyszerre, a széles törcsél alól egy rövid szalag vitte hátra, közben szétrázta, és már is eltűnt a hosszú szalagon, millió kis piramissá változva vándorolt hátra a feldolgozóba. Az éles fémkarok újra és újra belevágtak a trendel testébe. Flexia cserjék haltak meg rögtön. Furcsa volt a zaj, ember készítette, gép pusztította egy idegen bolygó talaját. Idegen bolygó? Letta már nagyon is magáénak érezte a trendált, ezért kétszeresen is fájt a dolog. Szaporábban lélegzett. Szél támadt. Piros sárga, sivatagi homokot kavart, és szórt szét, a levegő vidám színei most nem illettek ide. A gép dübörgött, Luárt az ajkát rágta, és nem tudta, mit tegyen. És mit fog tenni Letta? Az asszony szívét hideg nyugalom szállta meg. Most már nem voltak kétségei. A cég az igazi ellenség. Ha őket legyőzi, talán örökre béke lesz a trendálon. Hiszen ez a bolygó békében jött létre, az élet itt mindig békében fejlődött. Néhány embert ölt, csak az itteni természet és maga az idő. Azon kívül a trendel a békesség fészke világa. Hát annak is kell maradnia. És ha ennek ára van, hát ő kész azt megfizetni. Élete utolsó nagy álma, terve valósul meg itt, az pedig nem hagyja veszni. Nem. És újra nem. Vártak. Az első gép még tíz méterre volt a sírtól, aztán csak hat, négy, három méterre. Könyörtelenül markolt a földbe, lábuk alatt érezték, hogyan tépi szét a talaj sok ezer éves kötelékeit. Akkor lett a megszólalt. Luert. A lézerpisztolyt. Nagyon nyugodt volt a hangja. Luert ránézett, látta merev arc kifejezését, nem mert ellenkezni. Tudta hiába is tenni. Visszament a géphez, kihozta a fegyvert, lett a kezébe adta. Az azt, hogy nem is nézett a pisztolyra, sajnos ismerősen simult a kezébe, hüvelykújjával csak megérintette a kibiztosító szenzort. Az ásógép a következő földarabot markolta fel. A sírkő már megmozdult. Lett a Kollerosz, egykor lett a Dorg, még régebben a Prátó felemelte a fegyvert, célzott. Tudta, hogyan állíthatja meg a gépet. Az első ibolya színű sugár nem talált el pontosan a központi vezérlés érzékelőit, de a másodikkal valósággal telibe talált. Egy kicsiny, finom, körkörös mozdulat kezével, és az összes környezetfigyelő érzékelő kiégett. Füst csapott fel, a kemény műanyaglapok közül, még néhány láng is lobbant, és a gép azonnal lát. A vezérlés érzékelők nélkül nem engedte tovább működni. Csönd lett. Nyugalom szállta meg a vidéket. Csak egy kicsiny, erőtlen szellő futott még át a flexia mezőn, meghajlította a bokrok csúcsát, mintha azok lette előtt bókoltak volna. Letta lassan leeresztette a kezét, megfordult és Luertra nézett. Vigyél vissza a városba, Luert! Már csak egy napi repülése voltak az űrállomástól, és Telma teljesen belopta magát a három űrhajó szívébe. Bár az első napokban tele volt félelemmel. Edán fel akarta venni a kapcsolatot a szülőkkel és onex de Telma olyan szívhez szólóan könyörgött, hogy végül letett tervéről. Persze nem csak a kislány könyörgése befolyásolta, hanem a teljesítmény arányában kapott fizetés is. Ha visszamegy a trendára, két hetet veszít, és azt senki nem fizeti meg. Sőt, a cég bizonyosan meg is büntetné, esetleg nem alkalmazná tovább. Saulal nem volt semmi baja, ő már kezdettől nagyon kedvelte a kislányt, hisz megmentette őt az elmebajtól. Kagar, ez a sovány magas fickó furcsa szerzet volt, olykor kitörő jókedv, máskor meg mélabús hangulat jellemezte. De volt egy szenvedélye, a külső naprendszeri ásványgyűjtemény. A legkülönbözőbb színű, anyagú és formájú kövek között érezte csak jól magát, ez volt az ő igazi birodalma. Ha ezt nézhette, számára minden más megszűnt létezni amit lehetett, magával is vitt, igen szép példányokat őrzött kabinjában. Telma úgy tett, mint akit rettenetesen érdekelnek az ásványok, olykor Saut is becipelte magával kagarhoz, és hármasban nézegették a gyűjteményt. A büszke tulajdonos kis előadásokat rögtönzött kedvenc köveiről. Ilyenkor kagar egészen megváltozott. Telma meg is dicsérte érte. Edem kapitány akkoriban sokat bújta a vezérlést, nem tudta, hogyan viselkedjen a kislányjal. Egyáltalán, hármújuk közül ő látta át a dolgot a legmélyebben. Három megletkorú férfi egy hajóban, akik már jó ideje együtt vannak, és mindedig úgy tűnt, negyedik személynek nincs itt helye, nem illene bele a közösségbe. Ráadásul, ha az a személy egy ilyen félig gyerek, félig nő, telma ma nem csak felbukkanásával, de puszta létezésével és mienségével is hatott rájuk. Nem kellett mondani, hogy alaposan meglepte őt és társait is. Telma, ha kellett, gyerek volt, nagy kerek, csodálkozó szemekkel, vékony hangon kérdezősködött, és ők itt a hajóban, birtokon belül ticsekedhettek neki tudásukkal. Olykor viszont olyan volt, mint egy miniatúrnő, komolyan és figyelmesen hallgatta beszélgetéseiket, közbe is szólt, és nem egyszer nagyon okosan, hiszen Telma nagy műveltséget szerzett az oktatógépektől, és nem csak tőlük. Annak idején, még a földön, és később, a hosszú űrutazás alatt szivacsként itta magába a világ híreit, a tudományos felfedezések és űrkutatási eredmények éppen úgy érdekelték, mint a legújabb marsi, szociológiai kísérletekről szóló beszámolók. A trendálom pedig hol ide, hol oda csapódott. Elkísérte útjaikra a növénytermesztőket, a biológusokat, ott volt, amikor az elektronikusok új rádióantennát építettek, és természetesen a narga és sorbus betakarítás sem mehetett végbe nélküle. Ez az élénkeszű gyerek mindenre figyelt, mindenkivel megtalálta a megfelelő hangot, és bár többen kisé beképzeltnek tartották, azért kedvelték. És ha akarta, Telma mindenkit le tudott fegyverezni, mindenkivel megkedveltette magát. És ez így is volt itt. A legtovább, egy teljes hétig edámált ellen neki, de aztán ő is beadta a derekát. Mivel semmilyen terhelő bizonyítékot nem találtak szerény holmiában, ami ellene szólt volna, hát elfogadták állításait, menekült a trendáról, az unalomtól, a vidéki élettől, visszavágyott gyerekkora színhelyére, a földre, a szuperfényes szupervilágba. Ezek éppen telma szavai voltak. Te tényleg színésznő leszel, jegyezte meg egyszer Edám. Ahogy itt mórikálsz, ahogy villogsz, Neked színésznővé kell lenned, az nem vitás. Majd küld meghívót a premierre, mosolygott Saul. Akkor is elmegyünk, ha a fél naprendszeren át kell végigutaznunk. Csak időben értesíts. Mikor lesz még az fiúk? Telma kedélyesen megveregette Saul vállát. Most majd befejezem az iskolákat, aztán jelentkezhetek csak a színészképzőbe. Se baj, megváljuk, nevetett Kagar. Telma velük mosolygott, jól érezte már magát ezzel a három nagy gyerekkel, csak néha szólalt meg a lelki ismerete. Két okból is. Először azért, mert nagyokat hazudott neki, hisz valójában nem akart ő a földre menni, ha sikerül az akciója, akkor hamarosan még az űrállomásról visszatér a trendára. Soha senkinek nem árulta el, hogy nagyon is jól érzi magát az új bolygón. A másikok ok az volt, hogy a két kristály, amit magával hozott, és még azelőtt elrejtett a hajóban, hogy felfedezték a kísértetet, tulajdonképpen a cég ellen irányult, vagyis Edem, Kagar és Saul sorsára is befolyással lehettek. No persze, ezek nem trendáli bányászok, hanem űrhajósok voltak, akik csak elvégezték a rájuk bizott szállításokat, így nem vonják őket felelősségre a cég ügyeiért. Mégis, a kislány gyakran gondolt arra, hogy majd utólag Edem és társai kellemetlenül fognak rá emlékezni. Sokat több rengett, hogyan változtathatna ezen. Ám közben a hajó közeledett céljához. Gyermeki aggyal felfoghatatlan volt az a sebesség, amelyre a hajtóművek késztették, és maga a mozgása, bár benne ülve semmiképpen sem tapasztalhatták, minden másodperccel közelebb vitte őket a célhoz. Telma tudta, hamarosan eljön a színvallás ideje, de remélte el barátait, akkor sem veszíti el, nagyon remélte, mert időközben ő is megkedvelte ezt a három morgós medvét. Holnap ilyenkor már az űrállomáson leszünk? kérdezte Telma, most ismét kislányos volt a hangja az érdeklődése. Edám nem vette észre, hogy egy pár másodperces mini kísérlet alanya lett, hogy Telma most gyerekesre vette a figurát, egy felnőtt komolyságával válaszolt neki. Még hamarabb Telma, pontosan húsz óra múlva dokkolunk az űrállomás kettes konténer kikötőjében. Kirakottok? Igen, kiteszünk 1648 konténert. Ez még a leggyorsabbrakodó gépekkel is igénybe vesz legalább tíz órát. És utána hová mentek? Azt majd a rakodás közben megtudjuk a cég ottani megbízottjától. Telma hamarosan elköszönt tőlük, és visszament kabinjába. Útközben sok gondolat megfordult a fejében. Novikov, az űrállomás parancsnoka eléggé meglepődött, amikor fél órával a dokkolás előtt a trendáról érkezett teherűhajó kapitánya rádion közölte vele a létszám feletti utas hírét. Egy gyerek, aki megszökött a telepesektől. El sem akarta hinni. Még abban sem volt biztos, értesítenie kell -e a szüleit, vagy mit tegyen. Ilyen eset fennállása óta nem fordult elő, és nem hallotta, hogy más űrállomásokon megtörtént volna. Az űrben született és felnevelkedett gyerekek között is éppen elég a csintevő, rossz kölyök, ehhez alika van köze a születés helyének. De hogy valamelyik űrhajó lógott volna el otthonról világot látni, no, ilyet ő még nem hallott. Bizonytalanságát csak fokozta, hogy öt percenként telefonált videón Royan, a cég megbizotja. Ő is tudta már a hírt, és az volt a kívánsága, hogy elsőként beszélhessen a gyerekkel. Novikovnak nem férte a fejébe, miért lenne erre szükség. A gyerek nem a trendáli bányászoktól, hanem az ottani telepesektől jött, akikhez a cégnek semmi köze. Ez közölte is olyannal. A cég megbízottja elég különös fintorral fogadta a hírt, ami nem került el a parancsnok figyelmét. Végül abban maradtak, hogy együtt fogadják a hajót. Novikov hát most útban volt a kettes dok felé. Egy elektromos meghajtású kis kocsiban haladt az erre kijelölt folyosón. Itt természetesen nem jártak gyalogosok, és figyelő kamerák vetítették a jármű képét egy központba. Azt szabályozta a haladást, és a kereszteződésekben impulzusokkal fékezte le, vagy az egyik, vagy a másik irányból közeledő gépeket, hogy elkerüljék az esetleges karambolokat. De most nem volt nagy forgalom, az állomás helyi ideje szerint kora hajnal volt még csak. A helyi kis tévé stúdióban azonban már most is folyt a munka, és a jármű beépített képernyőin is ez a műsor ment. Éppen egy műszaki emberrel beszélgetett a riporter, aki azt fejtegette, hogy pár év múlva, ha a trendállon több lesz a telepes, és lesznek vevőkészülékek is, hát 24 óránként egyszer átlőhetnek oda egy sűrített és elektronikusan kódolt pár perces adást, amely magában foglalhat tízolahány órás műsorblokkokat. Ezek természetesen tartalmazzák majd a legújabb földi események híreit is, így a telepesek sem lesznek teljesen elvágva a világtól. Akkor jött be egy másik riporter, és azt mondta, mivel éppen a trendáról beszélgetnek, új hírrel szolgálhat, egy onnan érkező űrhajon űrpotya utas várható, ráadásul egy gyerek. Talán 12 vagy 13 éves mindössze. Novikov sejtette, mi lesz ebből. És igaza lett. Amikor kiszállt a kettes dok megállójánál, két jármű is lefékezett mögötte. TV-riporterek és más érdeklődők indultak sebesen a dok felé. A parancsnok a homlokát ráncolta rosszalóan, de aztán megvigasztalta magát. Egy ilyen távoli űrállomás tulajdonképpen nem egyéb, mint azok a valaha volt régi módi falvak. Plegykák kelnek lábra, az a pár ezer ember mindenbe beleüti az órát, amihez semmi köze, csak hogy előzze a kicsin helyek évezredes unalmát. Az ember nevű élőlény pszichikailag nagyon lassan változik, füstölgött magában Novikov. És volt még valami, de az eszébe sem jutott, annyira természetes volt. Az embereknek joguk van az információkra. Ez a több évszázados törvény szavai szerint már szinte meredésbe ismerült, pedig szövege ott lapult valahol az elektronikus emlékezetekben, és ha valakit érdekelt, egyetlen szenzor érintéssel lehívhatta és elolvashatta. Mindenkinek joga van tudni mindenről, ami lakóhelyén vagy bolygóján, vagy a naprendszerben esetleg azon kívül történik. Nincs és nem is lehet olyan intézmény, amely információkat tarthatna vissza. Nem lehet eltitkolni semmit senki elől. Ez a modern századoknak nem vívmánya, csupán csak igen természetes velejárója. A kettes dokban akkor állt be a teherhajó. Az átlátszó, de páncélvastag falon láthatta, hogyan tolják be a kicsiny rakétás járművek hatalmas testvérüket. A dokkot majdnem teljesen teletöltötte a trendáról érkezett hajó, volt vagy 240 méter hosszú, felülről ereszkedett alá, hisz az állomás mesterséges gravitációjához neki is alkalmazkodnia kellett. Novikov megállt az egyik alsó szinten és felnézett. A hajó hatalmas sötét dugóként ereszkedett a nyílásba. Vagy nyolc szinten várakoztak rá a rakodógépek. A személyzet a helyén. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy kiürítsék raktárait minél előbb. Közben lesz idő az egyebek elintézésére. Látta az oldalára festett hatalmas jelvényt, a cég címerét. Jött rojan. A fiatalember meglehetősen ideges volt, lapos pillantásokat vetett körbe, most egy csöppet sem tetszett Novikovnak, nem tudta elképzelni, mi baja lehet. Máskor sohasem viselkedett így. Üdvözölték egymást, közben a helyi tévé is odajött a mellére akasztott minikamerával. Novikov tudta, ha a teherhajón nincs az a senki a füle sem mozgatná. Egy hajó érkezése és kirakodása senkit sem érdekel. Ezerszer láthatta már, aki akarta. De az a gyerek. Novikov hátában érezte a bámészkodók pillantásait. A dokban mind többen álltak, a kis tömeg lassan vagy száz gyarapodott. Royan idegesen toporgott. Közben valaki gondolt a tévésekre is, felgyúlt néhány erős fényű lámpa. A teherhajó űrben megviselt fala lassan a férfiak szem előtt, Végre valahol kürtjelzés hallatszott. A dok már régen zárva volt, most a kis rakétás járművek a pneumatikus kapcsolók révén a rakodó szintekhez húzták és rögzítették a teherhajót. A zsiripkamra éppen előttük volt. A riporter halkan beszélt kicsiny mikrofonjába. Aztán megnyíltak az ajtók. Megjelent Edám kapitány két társával, és mögöttük Telma. A trendeli kislány egyszerű ruhát hordott, és nagyon szerényen viselkedett. Ezt is meg tudta játszani, ha akarta. Lesütötte a szemét, aprókat lépett, és úgy tett, mint aki Saul keze nélkül nem is tudna menni. Görcsösen markolta hát az űrhajós karját. Ez a nagy bevonulás meg is tette a kellő hatást. Félős, ilyet kis nyomását keltette, aki most látja először a nagyvilágot. Ezzel mindenki szívében azonnal jó akaratú aggódást és szánalmat ébresztett, és éppen ez volt a célja. A várakozók összesugtak, volt, aki tapsolt, mások hangosan sajnálkoztak. Telma ösztönösen állította a maga oldalára a közhangulatot, anélkül, hogy tudta volna, mi az valójában. De sejtette, szüksége lesz együttérzése, hiszen a cég emberei sokfelé ott lehetnek, és biztosan nem örülnek majd, ha kiderül küldetése igazi célja. A dokkolás meglehetősen sok gondolját a hajó fedélzetén, ezért a landulás előtti utolsó egy órában senki sem törődött elmával. Edám, Kagar és Saul éppen eléggé el volt foglalva a hajó manővereinek irányításával és ellenőrzésével. Telma hát zavartanul előszedte rejtek helyeikről a kristályokat, és most kijött a fogadó bizottság elé. Novikov pár szót beszélt Edámmal, aztán a kislányra nézett. És te ki vagy? Telma halkan és szerényen szólt, megmondta a nevét, és azt, hogy elszökött a trendáról. Royan ott toporgott mellettük, alig várta már, hogy közbeszólhasson. Nem úgy küldtek téged véletlenül? Hogy maga milyen gyanakvó? Vágott vissza visszatelma azonnal, és már egy csöppet sem volt szerény finom. Közelről nézett Royan zaklatott arcába, és folytatta. tán valami rosszat művelnek az emberek a bolygón? No, természetesen nem a telepesekre céloztam. Royan elnémult. Többen felfigyeltek a válaszra, és arra is, hogy a kislány szerepet és hangot váltott. Sejtették, hogy valami készül, bár senki nem volt vele tisztában, valójában mi is történik itt. A riporterek ezt használták ki, körülvették a kislányt. Mondd meg nekünk, Telma, milyen az élet a trendálon? Nagyon jó, nagyon remek. Akik ott vannak, igazán boldogok. Akkor miért szöktél el? Ki mondta, hogy elszöktem? Telma félig hátrafordult. Edem, Saul, Kagar, ők igazán nem tehetnek semmiről. Rendesek voltak vele, a kísértettel. Elmosolyodott, és a kamerákba nézett. Most először érezte, milyen csodálatos dolog a láthatatlan, de az elektronikus eszközök révén mégis jelenlévő emberekhez, vagy később majd milliókhoz beszélni. Nagyot nyelt, tudta, hogy végre ki kell mondania, hát nem habozott többé. Nekem küldetésem van. Ahogyan ez a gyanakvó úriember célzott rá az imént, Nézzék csak, milyen ideges. Maga véletlenül nem a cég embere? Többen nevettek. Novikov szimpátiát érzett a kislány iránt, de valami nyugtalanította. És nem ok nélkül. De igen, ő a cég helyi megbízottja, mondta a parancsnok. Telma esze úgy vágott, mint a borotva. Akkor hamarosan munkanélküli lesz, jósolta komoran a kislány. Ezt hogy érted? Rolyan homlokán megsűrűsödtek a ráncok. A tömeg feszülten várakozott. A kamerák sok lakásba vitték el a képet, a hangot. Az űrállomáson telma percek alatt meglehetős izgalmat váltott ki. A cég akkora disznóságokat követett el a trendálon, és talán más bolygókon is, hogy büntetésből fel fogják oszlatni. A vezetők egy-egy lakatlan szigeten töltik majd az életük hátralévő napjait, és ez nem számít be a nyugdíjukba. Sokan nevettek, milyen mulatságos ez a kislány, mondta valaki de nem mindenki tévesztett meg ez az álvidámság. A helyi tévé riportere közelről nézett el a szemébe, és megértette nem viccel. Vannak ütőkártyái. Telma kiválta a megfelelő percet, és akkor akár egy varázsló hirtelen előkapott egy kristályt. Ez itt a trendáli telepesek üzenete. Royan résem volt. Elkapta a csuklóját, megpróbálta kiszedni a lány kezéből az információhordozót. Novikov haragja gerjett, elrántotta onnan a férfit. A jelenlévők és a tévénézők döbbenten figyelték az erőszakos jelenetet, és ha volt is közülük valaki, aki eddig nem rokon szembezett a kislányjal, hát most biztosan mellé állt gondolatban. Royan abban a másodpercben vesztett csatát, bár lehet, hogy ő maga ezzel még nem volt tisztában. Novikov ellökte Rojant, és szóra nyitotta a száját, de Telma ismét megelőzte. Ugye minnyáján láttátok, mire vetemedett ez a szerencsétlen alak? Ez a bizonyíték, hogy van félni valójuk, mert takargatnak valamit. Majd elmondom hamarosan a tévében. De most itt, szemel szemelátára átadom a kristályt Novikov parancsnoknak. Ezzel rajta van minden, amit a trendáliak szeretnének a világ tudomására hozni, és amiben eddig a cég, az az átkozott rablóbanda banda emberei megakadályozták őket. Royan nem tudta, mit tegyen. Novikov még mindig a karját szorongatta. Edám és társai döbbenten álltak. A kapitány az arkát rágta. Mindennek ellenére nem tudott haragudni a kislányra. Telma a tévériporterre nézett. Fél óra múlva a stúdióban leszek, és mindent elmondok, jó? Jó, előkészítem az adást. A riporter idegesen kikapcsolta a mellé kamerát. De most hová még? Hogy maga milyen kíváncsi? Róta meg a lány vidám szikrákkal a szemébe. Fél óra múlva a stúdióban, ismételte Telma, és hirtelen elsietett. Úgy tett, mint aki nagyon jól ismeri az utat, pedig fogalmasan volt róla. Az emberek utat engedtek neki, erre királynői arcot vágott. Régi videófilmeken látott ilyesmit. Pecekkel később már egy néptelen folyosó rohant, ahogyan csak a lába bírta, hiszen eddig csak a feladata felé teljesítette. Kiért egy állomása, látta a feliratokból, hogy erre járnak az elektromos kocsik. Egy terhes asszony átott, megkérdezte, hogyan jut el az űrpostára. Aztán már is száguldott egy járműben. A kis kocsi kényelmes és főleg tiszta volt, úgy építették ki a belső utasteret, hogy minden sarkához hozzáférjenek az automata tisztítógépek. Két megállóval odébb az űrállomás nyolcadik szintjén kiszállt, és lifttel felment az ötödikre. Onnan már kicsiny kivilágított lámpácskák mutatták az utat. Az űrposta ezen az állomáson meglehetősen kicsiny helyiség volt. Nyilván nem volt szükség nagyobbra. Az állomáson belül minden telefon, videotelefon és egyéb kommunikáció automata módon működött, ehhez hát nem kellett volna posta. Leveleket már régen nem küldtek egymásnak az emberek, állítólag 200 éve küldték el az utolsó levelet, ami aztán egy posta múzeumba került. Ma már olykor meg kell magyarázni a fiatalabb nézőknek, ha egy régi filmben a szereplők levéről beszélnek, hogy olyat írnak, mi is az. A kor embere számára az információ továbbításnak ez a módja éppen olyan ősi volt, mint a középkori lovas postakocsik. Telma sem levelezni akart. A kicsiny irodában végre talált egy embert. Apró termetű, sárga arcú, mandula szemű, jókedvű öregült a sarokban. A volt vagy száz éves. Biztosan nem kellett már dolgoznia, de az űrállomáson sem akart étlenkedni, és ez igazán nem volt nehéznek nevezhető munka. Talán egy fiatalabbat helyettesíthet, futott át a gondolattelma agyán, és meg is feledkezett erről rögtön. Az biztos, hogy nem volt megerőltető foglalatosság, ide csak óránként vagy két óránként tévedt be egy-egy kliens, és azok is azt akarták, amit tálma. A földre szeretnék üzenni. Nocsak, mosolygott az öreg. Nem téged láttalak az előbb a tévében? Nocsak, utánozta tálma az öreg hanghordozását. – Munkaidőben tévézünk, tévézünk. – Munkaidő? – legyintett az öreg. – Mit csináljak, ha olyan ritkán téved be ide valaki? – A levegőbe bámuljak. – Olykor az is jobb, mint a tévé. – No persze, műsora válogatja. – bölcselkedett a kislány. Nyugtalanul körülnézett, de senkit sem látott. Nem jöttek utána, főleg nem az utálatos olyan. Már pedig ettől feltehetően tartania kellett. – És mit kellene pontosabban? – tért a tájra az öreg. Ezt a kristályt kéne villám gyorsan továbbítani. Telma elővette a trendáról hozott üzenethordozó másik példányát. Már Berat admirális figyelmeztette annak idején, hogy ha ki is adja kezéből az egyik kristályt, őrizze meg a másikat, és próbálja meg annak tartalmát közvetlenül a földre eljutatni. A kislány kicsit úgy érezte magát most, akár a videófilmekkel látott titkos ügynökök. A sárga bőrű öreg úr csodálkozás nélkül átvette, aztán fizetni tudsz érte? Nem volt csomulatság innen a földre üzenni. Harminc milliárd kilométer nem csekéség. Tudod, hány óráig repülnek a jelek az űrben? Őszintén szólva egy csöpet sem érdekel, felelte elma, majd aggódva folytatta. Nincs semmilyen értékem. Mágnes csak legalább, erősködött az öreg. Nincs. Telma megragadta a férfi kezét. Nagyon kérem, ha látta a tévét, akkor azt is sejtheti, mi van ebben az üzenetben. A címzet a világkormány. Az öreg meglepetten pislogott. A vi... világkormány? Bizony, és minden perc drága. A trendálón emberéletek vannak veszélyben. Intézkedni kell. Fél óra múlva láthatja majd a tévében is ugyanezt a filmet, csak segítsen. Tegyen már valamit. Telmát majdnem elhagyta a nyugalom. Könyörögben nézett az öregre, aki lassan megenyhült. Hát, ha valaki kezeskedik érte, hogy ez az üzenet valóban fontos, ha másképp nem megy, az itteni tévé majd kifizeti. Talán, de az sincs kizárva, hogy a világkormány. Az öregnek felragyogott a szeme. Megvan a megoldás, kislány. No hát, hogy ez nekem előbb nem jutott az eszembe. Vakarta a fejét a bácsi, miközben Telma már tűkönült a türelmetlenségtől. Közérdekű üzenetnek fogom nevezni. Olyannak, amely közvetlen veszélyt jelez a földre, így tehát mindenképpen ingyenesen szágódhat át az űrön. Nagyszerű, tegyen így! Telma kinézett az ajtón. A kis utcán a színes műanyag falak között kevesen jártak. Néha erre bukott arra egy elektromos jármű, csak nem hangtalanul. Itt ott reklámok csillogtak a képernyőkön. Tehát a cím Föld, világkormány. Nem kell más? Érdeklődött az öreg. Nem. De a földot, ha meg kell nevezni, természetesen. Ne engem mondjon be az elejére, hanem a trendáli telepesek vezetőjét. Lett a kolleroszt. Lett a kolleroszt, ismételte az öreg, hogy el ne felejtse. Közben a kislány megint kikukkantott az ajtón, és majdnem megállt a szíve. A postához két férfi közeledett. Mögöttük jóval messzebb mások is jöttek, de az a kettő gyanús, nagyon gyanús. Már a szemük sem állt jól, el Elma, szíve hevesebben dolgozott. A cég. Mondták neki még otthon, mindenre képesem, és vannak mindenre képes emberei is. Beugrott a postára, és villámgyorsan becsukta az ajtót, még rá is zárta. Az öreg nem vette észre, éppen az adógéppel bajlódott. Belehelyezte a kristályt, elébe mondta a szöveget, hogy ki a címzett és ki a feladó. Amikor erősökrökvelték vették az ajtót: Nyissák ki! Az öreg csodálkozva nézett el már. Te zártad be? Persze, mert ezek a cégtől vannak. Miféle cégtől? Küldje már az üzenetet! Toporzékolt a kislány, de az öreg felállt, kijött kis pultja mögül, és ment ajtó felé. Nem szabad bezárni. A posta éjjel nappal nyitva kell, hogy legyen. Az ügyfelek érdekében. Telma átugrotta a pultot, és benyomta az üzenet továbbító gombját. Látta a kigyúló zöld fényből, hogy minden rendben, a gyors továbbító már is dolgozik. Az elektronikus jelek milliói sűrített adásként száguldottak most kódolhatatlan tömeggel, amiből csak a földi postai vevők és a hozzájuk kapcsolt bonyolult számítógépek csinálnak ismét értelmes jelsorozatot. A férfiak félrerögték az öreget, hogy a falnak esett, döbbenetében mandula szeme is fennakadt, méltatlankodására viszont már senki sem figyelt. A férfiak berohantak a pult mögé. Héte Kapcsolt ki! Az átkozott kölyke, már továbbítja is. Szóval igazam volt, futott át a kislány agyán. Ezek a cég emberei. Biztosan rolyan küldte őket a nyomomba. Kézzel lábbal védekezett, rúgott, harapott és csapkodott. Az egyik férfit úgy meglegyintette, hogy az megtántorodott, a másikat csípcsontól rúgta, mire a sziszegbe táncolt fél lábon. Támadás! Hörögte a mandula szemű öreg döbbenten, Ilyesmi vagy száz éve nem fordult elő a postahivatalban. Sőt, az űr egyetlen postahivatalában sem. Erre meglepően fürgelett, felugrott, és már is a szemközti falnál termett. Volt ott egy tenyérnyi piros műanyaglapocska, rajta az egyik részén a szolgálat, a másikon a tűzoltóság jelvénye. Az öreg rácsapott a szolgálat jelvényére, az alatta elrejtett szenzor azonnal működésbe lépett. A posta előtt kín az utcán felüvöltött a sziréna, kék fény villogott. A két támadó megijedt és menekülni próbált. Már az adógép sem érdekelte őket. Az öreg a sántikálót még az ajtóban utolérte, és a hátára ugrott. Talán maga sem értette, honnan vett ennyi bátorságot. Egész életében postán dolgozott, és még sohasem élt át ilyen merényletet. Az esemény egészen elvette az ítélő képességét, és bosszút akart állni a támadókon, akik így megijesztették. Ellenfelét is meglepte a támadás, mindenre számított, csak erre nem. Így hát egyensúlyát veszte pörgött egyet, aztán térdére esett. A másik kiugrott az ajtón. Egyenesen néhány erőskarba futott bele. Szóval igazam volt, mondta Edám mély hangon. A kislány követétek disznok. Azt a drága lelket, sivított Saul vékony hangon. Már el is felejtették, hogy Telma tulajdonképpen becsapta őket de annyira kedvelték már, hogy ezt is megbocsátották neki. Ösztönük hozta most elma után. Megbántottátok ami kis színésznőnket. Kagar lecsapott. A támadó pontosan a halántékára kapta az ütést, már is elnyúlt a földön. A másik akkor szabadult meg az öregtől, kiugrott az ajtón, de Saul finoman kitette a lábfejét és elgáncsolta. Edám ökle pontosan ért célba. Egy perccel később a szolgálat a fékezett csikorogva a posta előtt. Telma állt a földön két fekvő jajgató és káromkodó alak mellett. Te intézted el őket? Egyedül? kérdezte a kék egyeruhás tiszt, és ő is olyan döbbenten látszott, mint az imént a postás kisöreg. Telma körülnézett. Edám és társai már eltűntek. Milyen rendesek voltak a fiúk, ki hitte volna. Úgy látszik, a cégnél is dolgoznak becsületes emberek. Jó, ha ezt sem felejti el. Megtámadták a postát, Jegyezte meg a kislány halkan. Nem válaszolt a kérdésre, de ettől nem csökkent a rendőrök iránta mutatott csodálata. Büszkén kihúzta magát. Nem adhatja ki edámot és társait, hiszen a férfiak nem őket támadták meg, még valami bajuk esne, ha elmondaná a rendőröknek az igazat. Inkább hallgatott, sejtetett. A rendőrök feltámogatták a földről a mandula szemű öreget, aki a derekát és karját fájlalta, majd váratlanul így szólt. Nem nekem való ez kérem. Ha az ember száz éves, üljön otthon, és tenyészen teknős békát. Hogy miért éppen teknős békára gondolt, sohasem derült ki. Telma ismét bement a pult mögé, látta, hogy a tartalmát már továbbította a gép. Az üzenete most repül valahol a rettenetes hideg és idegen világűrbe, sok órába telik, míg megérkezik a földre, de már semmi sem állíthatja meg a jeleket. Kivette a kristályt, és odaszólt a rendőröknek. Nem vinnének el a tévé stúdióba? Nem tudom, merre van, és azt hiszem, már is elkéstem. Novikov is ott volt a stúdióban. A bemondónő éppen azt közölte a hallgatókkal, hogy most kerül sor a 20 perccel korábban jelzett rendkívüli adása. A parancsnok, még mielőtt bekapcsolták volna a kamerákat, Telmához fordult. Hallotta, mi történt a postán. Elment az adás a földre? Igen, hamarosan intézkedni fog a világkormány. Novikov nem tehetett más, hát azt mondta. Eddig elnéztem, mit művel a cég. Elég nagy nyomást fejtettek ki rám és sánk, az űrállomás vezetőségére is. Ők a legnagyobb vállalat a trendál naprendszerbe, és folyton azzal élveltek, hogy nagyon sok embernek adnak munkahelyet. Nem kell mindent megengedni nekik. Mindenáron, áron, suttogta a kislány. Most sokkal idősebb volt a koránál. Novikov ráemelte fáradt tekintetét. Jobban oda kell figyelnem a trendára, azt hiszem. Aztán átadta a kristályt a rendezőnek. Amikor kigyúltak a fények, és feléje fordult a legközelebbi kamera, nem is várt a riporter kérdéseire. Elfeledkezett színésznői hajlamáról is. Nem játszott, és nem tetette magát. Eszében se jutott mindez. Hogy rengetegen látják, hogy ezt a műsort valószínűleg elküldik a földre is, nem volt fontos. Telma arca most nagyon természetes volt, és komoly. Üdvözöllek benneteket, mondta a nézőknek. A trendel üzenetét hoztam el nektek.